Egy régi híd cölöp maradványai is felbukkantak a szamoson. A folyó olyan mértékben apad, hogy egyes szakaszokon gyalog is át lehet kelni rajta. Ezeket a képeket Csenger térségében készítette a Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízmércén is jól látszik az apadás mértéke. Az alacsony vízállás a tartós meleg és a csapadék hiány miatt alakult ki. A csapadék mennyisége június közepéig többnyire egyenletes volt ugyan, azt követően azonban már csak lokálisan esett némi eső. A hőségnapok száma pedig hónapról hónapra nőtt. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti ez a térkép. A pirossal jelzett területek a rendkívüli, míg a narancssárgára színezett térségek az erős aszályt mutatják. Jól látszik, hogy a vármegye egész területére jellemző a vízhiány. Az asszály megközelíti a 2022-es rendkívüli asszályvédekezést, így gyakorlatilag a mi területünkön, a nyírségben, az ecsedi láp és a Tisza-Szamos közterületén mondható az asszály rendkívülinek, a keletnyírben és felső szabolcsa pedig erős asszály van. Vízjárási szempontból a szamos folyó helyzete rendkívüli, hiszen most a tegnapi nap megdőlt a történelmi kis vízszint. Ez azt jelenti, hogy tegnap 10 órakor a, csengernél a vízállás mínusz 152 centi volt, ami 5 centivel megdőlt a történelmi kis vízszint. Ez a folyó teljes szakaszára igaz, mert Tunyugmatolcsnál 12 centivel dőlt meg ez a történelmi kis vízszint, úgyhogy itt a kollégák kis vízszintrögzítéseket, végeznek, hiszen ez egy rendkívüli állapot. A történelmi kis mellett a talajvízszint csökkenésének mértéke is döbbenetes. A a területünkön a talajvízszintek a magas hőmérséklet miatt kb. 20 cm csökkentek az elmúlt egy hónapban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 5 méter mélyen van átlagosan a talajvízszint. A legrosszabb helyzet a nyírségben van, itt olyan 5 méter 70 cm mélyen van a talajvízszint, ami 2 méterrel lejjebb van az átlagnál. A vízügyi szakemberek célja, hogy minél több vizet tartsanak vissza a térségben ahol igyekszünk, tudunk vizet tartunk vissza. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a, hát a nagy meleg, a hőmérséklet miatt a tározóink vízszintje 5%-kal csökkent, de jelen pillanatban 15,5 millió kövvétel vizet tudunk visszatartani a tározóinkba, illetve medeltározást végzünk, zsilipeket zárva tartjuk, és ahol lehetséges, lokálisan víz visszatartó helyeket létesítünk, tehát visszatartjuk a vizet. A tiszafolyó még megközelítette az LKV szintet, de még nem érte el, tehát gyakorlatilag egy 40-55 cm-re vagyunk a, a történelmi kisvízszintől. A Szamos folyó az, ahol ilyen rendkívülnek mondható a vízjárás, hogy gyakorlatilag vannak olyan helyek, ahol át lehet, gyalog át lehet kelni a folyón. Júliusban 62 éves meleg rekord dölt meg, az augusztus pedig 4 fokkal volt melegebb az átlagosnál. A hőség és a száraz idő az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik, ezért az aszály erősödésére számítanak a szakemberek szeptember közepéig biztosan. A folyamatok hosszú távon jelenleg az elsivatagosodás irányába mutatnak. Ezek visszafordítására a nyírség területeit érintő vízpótlási tervek készültek, amelyek kivitelezéséhez nagy léptékű beruházásokra van szükség.